A technika vívmányainak köszönhetően ma már, ha éjszakai felvételt akarunk készíteni, csak a fáradtságot kell leküzdenünk, hisz modern fényképezőgépeinknek köszönhetően szép fotók készülhetnek. Nem így volt ez százesztendeje, mikor egy képeslapon a Hold szenzációszámba ment. Volt egy olyan képeslap készítő, aki éjszakai képeket csinált. Na most az akkori technikával nem lehetett éjszaka fényképezni. Hogy érték el ezt? Hát először is úgy, hogy teliholdat kellett varázsolni a képre, ez nagyon egyszerűen ment, egy fehér tányér formájú fold került a kép bizonyos oldalára, lehet, hogy a hold egyébként soha nem jár ott, ahova azt föltették, a többi részen pedig a nyomatot sötét szürkére és kékes színűre alakították, de hogy látni is lehessen rajt valamit, ezért az eget azt a holdtól megvilágított világos kékké kellett varázsolni. Több ilyen képeslap is van, mondta dr. Herman István. Ezek kuriózumként sokakat érdekelnek, s a kor hangulatát is hűen idézik. Nagy tapsot kérünk, Jantán! Mészárosné Varga Veronika múzeumpedagógustól és Reidmár Linda múzeológustól vehették át a gyerekek a helyezésekért járó jutalmakat, okleveleket, könyveket, rajzeszközöket. A rajzversenyen az alsósok közül a tarcis Kis Nikolett, a felsősök közül a vörösös Horváth Anna ért el első helyezést. Második Fehér Dóra és Csonka Johanna, harmadik Kántor Bianka és Pörnyeszi Anasztázia lett. Külön díjban Üveges Johanna, Stilett Boglárka és Sikos Hédi Mirella részesült. A gyerekeknek Kedvenc játékom címmel kellett rajzot készíteniük, a tarci iskolába járó első helyezett Kis Nikolett egy szabadtéri játékot, a mászókát rajzolta le. Volt kedvem rajzolni, meg szeretek rajzolni. Az álomvilágomat rajzoltam le. Az Erkeles Kántor Bianka is elmesélte, hogyan született a rajza. Nem tudtam, hogy mit rajzoljam, mert úgy kedvenc játékom nem volt, mert az összeset szerettem. Aztán rajzoltam egy ilyen macit, meg gondoltam olyanra, hogy ilyen betűkockákból, hogy ilyen kockákon betűk vannak, kirakom, hogy játék, meg ilyen babákat, meg nem tudom, ami kiskoromban volt.